Tisztelendő paptestvérek, diákonusok, kedves birmálkozók, Krisztusban szeretett testvéreim! A mai vasárnap nem csak egy évközi vasárnap, hanem a Szentírás vasárnapja is, és ahogy láthatjátok, két gyertya között a díszes szép Szentírás oda került a felolvasó állvány mellé, hogy emlékeztessen bennünket arra, hogy Isten igéjét olvasnunk kell, megértenünk kell, és aszerint kell cselekednünk. És a Szentírás az a könyv, amit magyarázni kell. Az Úr Jézus maga is magyarázta, gondoljatok az Emmauszi tanítványok történetére, az Ószövetséget, hogy megértsék, hogy vele miért történt mindaz, amit megtapasztaltak a szenvedés óráiban. Most a mai vasárnap a ti birmálkozásotok alkalmával szintén egy olyan evangéliumi szakasz került elő, ami látszólag nagyon messze van a birmálkozásnak a gondolatától, és talán nem is nagyon érthető, hogy Jézus beszél két fiúról, aztán egy hirtelen fordulattal, egy ilyen vámosok és utcanők hasonlatával zárja a példázatát. Azonban, ha fölfejtjük, akkor rájövünk arra, hogy milyen mély mondani valója van számunkra, és még most a birmálkozók számára is különösen. Azt mondják a Szentírás magyarázók, hogy Jézus ezt a beszédet a virágvasárnap utáni napokban mondta el, amikor Jeruzsálem felé közeledett. Már túl volt azon, hogy a nép hozsannázta, de tudta azt, hogy néhány nap múlva azok közül, akik ott éjjenezték, azt fogják kiáltani, hogy feszíts meg. Tehát a nagy éjjenzésből, a nagy ígéretből nem lett semmi. És hát ezért is az Úr Jézus egy tettekhez kapcsolódó példázatot mond. De még útközben még egy másik jelképes cselekedetet is tesz, látja, hogy van egy ilyen fügefa, ami nincs termés. Oda megy, megnézi, nincs rajta termés, és hát a fügefát megátkozza, hogy nem hozott termést. Ez egy jelképes prófétai tett volt. Hogyha a nagy üdvösség történeti egészbe helyezzük, akkor azt lehetne mondani, hogy hát igen, a zsidó nép várta a Messiást, hogy majd eljön és örvendezett Hozsanna Dávid fiának, de valójában nem tette meg azt, amit Jézust kért tőle. Aztán ott volt a másik fiút szimbolizáló nép, a pogányság, amelyik először azt mondta, hogy nem érdemes Jézussal foglalkozni, de aztán, amikor megtértek a pogány népek, akkor az evangéliumot hirdették, és a tetteket gyakorolták. Tehát valójában itt Jézus azt akarja mondani, hogy az igazi követők azok, akik nem csak hogy ígéretet tesznek, hanem tettekre is váltják az ígéretet, hiszen ő maga is így élt. A Szentírás beszél a hitről, beszél a tettekről, mind a kettőre egyformán szükség van, de a hit önmagában kevés. Jó Jézus tanítja, hogy az ő atya szüntelenül munkálkodik, na nem azt jelenti, hogy Isten 24 órában úgy dolgozik, mint egy túlórázó ember, hanem azáltal, hogy föntartja
ezt a hatalmas és számunkra beláthatatlan világ mindenséget kormányozza ez az Isten örök tette, örök tevékenysége. És azt is mondja az Úr Jézus, hogy amit ő az atyánál látott, azt cselekszik. Ő maga is a tettek embere volt, végbe vitte azt a művet, amit az atya rábízott. És hivatkozott is rá a hallgatóságának, hogy ha másért nem, legalább tetteimért higgyetek. És hát ezt mondta a tanítványoknak is, hogy nem elég az, hogy Uram, Uram, hanem aki megteszi mennyei atyám akaratát, mondta a híres hegyi beszédében. Aztán arról is, amikor azt mondja, hogy a világ végén számon kérik az embereket, akkor azt fogják számon kérni, hogy mit tettek életükben, jót vagy rosszat. És ez nagyon fontos. Maga Jézus tanítja, hogy akik jót cselekedtek, üdvözülnek, akik rosszat tettek, elkárhoznak. És ebből kiindulva mi keresztények, katolikusok mindig tartjuk azt, hogy igenis, bizonyítanunk kell a jó cselekedeteinkkel, hogy Jézus Krisztushoz tartozunk. A bérmálásban is újra megismétlitek azt az ígéretet, amit szüleitek, keresztszüleitek tettek annak idején, hogy elköteleződtök Jézus Krisztus mellett, és ezt illik valóra váltani az élet minden napjaiban. Mert hogyha nem teszitek, akkor merem azt mondani, hogy hát majdnem fölösleg is bírmálkozni. Ugye a magyar közmondás is azt mondja, az ígéret szép szó, ha megtartják, úgy jó. És így jön ide az a vágya Jézusnak, hogy ti ígérgettetek, meg hozsannáztatok, és mégsem teszitek. Ti lenézitek a vámosokat, azokat, akik kiszolgálták a római hatalmat. Lenézitek az utcanőket, de azok meg fognak előzni benneteket Isten országába. Persze ezt jól kell érteni. Nem azért, mert azok bűnösök voltak, hanem ott van a végén, mert hittek. Úgy hittek, hogy jót is tettek, megtértek. És azért előzik meg őket azoktól, azokkal szembe, akik csak mondtak egy ígéretet, de ugyanakkor nem valósították meg. Hát ha nem ebben a templomban lennénk, ezt a hasonlatot nem mondanám el, de ehhez a tájhoz köt engem ez az emlék. Ugye többször említettem, hogy én itt voltam a harckocsizó laktanyába, és hát abban az időben, így a laktanyák körül mindig ott rajzottak, finoman fogalmazok, ilyen erkölcstelen nők és erkölcstelen lányok. És hát a katonák ismerték is őket, és hát a legdurvább szavakkal illették is, és hát rájuk kiabáltak, azok visszakiabáltak, és hát volt ott a laktanya környékén egy ilyen család, amelyben hát szintén volt egy ilyen fiatal lány. Katonák céltáblája volt, ő is aztán mindig visszakiabált nekik, és a maga stílusában trágárul válaszolt. Egyszer ott ilyen szüretidő, szeptember ideje volt, ott álltam a kerítés mellett az őrségbe, és ez a leányzó jött az anyjával este, egy vödör szöllőt hoztak, mert aligha nem akkoriban még így mentek napszámba szüretelni. És hát én úgy illedelmesen odaszóltam nekik, hogy jó estét, elfáradtak, úgy mentek tovább. Egyszer csak ez a lány, aki hát mindig a legdrágárabbú szólt a katonáknak,
kivett egy fürt szöllőt, és átnyújtotta nekem a kerítésen. Igazából nem szabad lett volna elfogadnom, mert a katona ilyet nem tehet, de hát fölülírta a szeretet azt, amit a előírt jogszabály mondott, el kellett fogadnom, és megrendültem magamba, hogy ilyenben is van jóság. Ha szépen szólnak hozzá, nem csak, hogy szépen válaszol, hanem valamiképpen jó cselekedettel meg is jutalmazza, hogy ő hozzá is úgy szóltak, mint egy emberhez. Tehát az a példázat, amit Jézus mond, az életbe való lehetett, hogy tényleg azokat, akiket sokszor lenéztek, azok megelőzik azokat, akik hát csak mondják, hogy igen, mi ígéretet teszünk és kitartunk. Ti kedves birmálkozók, most a felnőtt nagykorúság szentségében részesültök, kérjük a Szent Lelket, hogy ezekhez az ígéretekhez, amit letettetek, adja hét ajándékát, hogy megvilágosodjon értelmetek, például arra is, hogy megértsétek a Szentírás szavát, megértsétek azt, hogy Jézus mit akar tőletek a mai világba, és erre a megértésre tettekkel válaszoljatok, hogy ahol vagytok, ahol éltek, azok, hogy így mondjam, tanúságot tegyenek rólatok, hogy hát igen, látjuk rajtuk, és hogy ahogy ezek viselkednek, az valamit elárul. És hogyha még azt is megtudják, hogy keresztények vagytok, Krisztus követők, az biztos, hogy leghathatósabb prédikációvá válik, leghathatósabb ige hirdetésé. És hát ez a elszántság, hogy most itt vagytok, és fölveszitek a bérmálás szentségét, az ígéret mellett a fohászkodás könyörgés szavával hívjátok a Szent Lelket, mint ahogy mi annak idején mindig egy imádsággal kezdtük az órát a teológián, még abban az időben latinul, de magyarul is elmondom nektek, főként így az iskolai elején nagyon alkalmas, hogy ezt imádkozzátok, mert illik a bérmáláshoz, hogy cselekedeteinket kérünk, Urunk, sugallataiddal, a Szentlélek sugallataival előzd meg, és kísérd áldásoddal, hogy minden imádságunk, munkánk, tanulásunk tőled vegye kezdetét, és általad végződjék. Szentlélek Isten, ajándékozzon meg benneteket, hogy az ígéret, amit itt letesztek, valósággá váljon, és életetek jó tettei adják hozzá az ígérethez az arany fedezetet. Amen.